Sziasztok! Ez itt a japán specialista, Jámbor Alíz vagyok, és miután már kiokosodtunk egy csomó témából, eljött az ideje, hogy végre harapjunk valamit. Felmerül a kérdés, hogy ha japánoknak a rizs olyan, mint nekünk a kenyér, akkor hogy néz ki egy szendvics? Hát pont így. Persze a japánok ezt nem szendvicsnek hívják, hanem onigiri vagy omusubi néven fut, de ez még nem változtat a tényen, hogy márpedig szendvicsről van szó. Mert ahogy mi beletesszük két szelet kenyér közé a sajtot vagy a sonkát, ők beleteszik például a halat a rizsbe, ez kerül elő a kisiskolások hátizsákjából az osztálykirándulások során, és ezt emeled le először a bolt polcáról, amikor betérsz valami életmentőért. Mielőtt belefognék a lakomába, kénytelenek lesztek végighallgatni némi információt erről az alapvető táplálékról, annak nevéről és történelméről. Az előbb kétféle névvel illettem a japán szendvicset, az egyik az onigiri, a másik az omusubi. Elvileg az ország nyugati részén inkább az onigiri elnevezés, míg a keleti részén inkább az omusubi elnevezés az elterjedtebb, de szerintem bárhol megtaláljátok bármelyik néven. Ami sokkal érdekesebb, az a név eredete. Az onigiri szó a nigiri igére vezethető vissza, ami azt jelenti, hogy megmarkolni, kézzel megfogni, összegyúrni, kézzel megformázni valamit, ami utal a japán szendvics elkészítésének a módjára, ugyanis arról van szó, hogy fogsz egy marék rizst, azt összegyúrod, és aztán vagy ízesíted valamivel, vagy nem, vagy kerül bele töltelék, vagy nem, vagy bevonod valamivel, vagy nem. Az omusubi szó szintén hasonló jelentést hordoz, a musubi igére vezethető vissza, ami azt jelenti, hogy összekötni, összefogni, összezárni valamit. Azt talán mindenki tudja, hogy a japánok evőpálcával esznek, viszont nem volt ez mindig így. Az evőpálca Kínából került Japánba, és valamikor a 8. században, a Nara korszakban terjedt el az országban szélesebb körben. Na most, próbáljuk meg elképzelni a szituációt, hogy ott van előttünk egy tág, gőzölgő fehér rizs, és már csak egy pillanat választ el minket attól, hogy magunkhoz vegyük ezt az alapvető élelemforrást. Mit teszünk? Nincsen evőpálcánk, nincsen villánk, sőt, ki kell ábrándítsalak benneteket, nincsen kanál sem. Mink van? Nyilván. A legegyszerűbb módja annak, hogy a tából a szánkba jusson ez a pergő szemcsés valami, az, hogy gombóccá gyúrjuk a rizst, és úgy esszük meg. Erre már a japánok is rájöttek nagyon-nagyon régen. Akár hiszitek, akár nem, az első onigiriket, az ős onigiriket a kutatások a Yayoi korra teszik. Ez azt jelenti, hogy a japánok már valamikor időszámításunk előtt 300 körül fogyasztottak valami ehhez hasonlót. Az első írásos feljegyzések az onigiriről a 11. századból származnak, és ezekből már kiderül, hogy az udvari eseményeken, a piknikeken is fogyasztottak rizsgolyókat, amiket ma már onigirinek neveznénk. Az idők során nyilván változott az alakja és az ízesítése, megjelentek új alapanyagok, de bátran mondhatjuk, hogy az onigiri a kezdetektől fogva napjainkig végig jelen volt a japán konyhában. Ezt a töretlen népszerűséget talán annak köszönheti, hogy könnyű nagy mennyiségben elkészíteni, könnyen csomagolható, könnyen tárolható, egyszerűen magunkkal tudjuk vinni. Tehát szendvics. Egyetlen nehézség merült fel az évek során, mégpedig az, hogy gépekkel tömegesen elő lehet állítani az onigirit. Aztán ezt a kérdést is megoldották az 1980-as években, amikor megjelentek azok a gépek, amik háromszög alakúra össze tudták gyúrni a rizst. A töltelék eleinte nem konkrétan az onigiri belsejébe került, hanem kis lyukakat vágtak az onigiri felszínébe, és itt tapasztották hozzá a tölteléket. Majd ahogy fejlődött a technika, már konkrétan az onigiri belsejét tudták megtölteni. Volt azonban még egy probléma. Mi legyen a norival, az algalappal, amivel többnyire körbe van tekerve az onigiri? Ez ugyanis a levegővel érintkezve egyből elkezdi beszívni a nedvességet, és hogyha bevonod vele az onigirit, pillanatok alatt összefonjad. Most nyilván nem akar senki se ilyet enni, ismét a szendvics analógiájára ez olyan, mint amikor beleteszed a paprikát a jó szalámis szendvicsbe, és elázik tőle a kenyér. Na most akkor, vagy lemondasz a paprikáról, ami nyilván nem megy, vagy pedig külön viszed a paprikát. Erre a következtetésre juthattak a japán fejlesztők is, és elkezdték a csomagoláson belül egy külön fóliával elválasztani az algalapot a rizsgolyótól. Ez garantálja, hogy a nori csak az utolsó pillanatban kerüljön az onigiri köré, és végig ropogós maradjon.
Így jelent meg az onigirinek a végleges formája, ahogy manapság a boltokban találkozunk vele. Én most csak ilyen háromszög alakú töltött algalappal bevont onigirit vettem nektek a boltban, de olyan lesz, mint gombócartúra csokival, találtok majd gömbölyű, szögletes, lyukas, töltött, töltetlen és mesztelen onigirit is. A legpuritánabb verzió, amit nem árulnak a boltban, legalábbis remélem, az a shio musubi, ez azt jelenti, hogy a rizsbe csak só kerül és semmi más. Aztán a fejlődés egy következő foka, amikor valamilyen zöldséget, algaszármazékot vagy egy kis sonkát, tojást kevernek a rizsbe, és így van megformázva golyó vagy háromszög vagy négyszög alakúra. Egy másik lehetőség, amikor a sima rizsbe kerül valamilyen töltelék, és ez a töltelék többnyire hal, alga, kevesebbszer hús, vagy például nagyon sokszor raknak bele umeboshit, savanyított szilvát. Az így elkészített onigiriket végül be is lehet vonni valamivel, például körbe lehet tekerni algalappal, vagy meg lehet hempergetni szezámmagban. Az a szomorú hírem van, hogy ha Japánban bementek egy boltba, akkor körülbelül ennyiféle onigirit fogtok találni, és nem nagyon fogjátok tudni, hogy mit vettetek le a polcról. Amiket én most beszereztem nektek, az a tonhalas majonézes, ez a talán bárki számára ehető, a középső az a noritsukudani, ez olyasmi, mint egy sós algalekvár, a bal szélső pedig a mentaiko, ez a tőkehal ikráját jelenti. Mit veszünk észre? Nincsenek latinbetűs feliratok, úgyhogy jobb esetben találtok valami képet, ami segít utalni a tartalomra, rosszabb esetben pedig nem kaptok semmilyen támpontot. Végezetül a japán fejlesztők tökéletességének bemutatásával zárnám a videót, azaz, hogy hogyan kerül az algalap csak az utolsó pillanatban az onigiri köré. Aki a magyar gasztronómián szocializálódott, az nem fog találni semmi meglepőt. Találunk fölül egy 1-es, az egyik sarokban egy 2-es, a másik sarokban pedig egy 3-as számot, és aztán azt a technikát kell alkalmazni, amit a maci sajtnál elsajátítottunk. Tehát fogjuk az onigirit, és az 1-es feliratnál elkezdjük lehúzni róla a csomagolást, ezt végig húzzuk egészen a hátuljáig. És akkor miközben szorosan fogod az egyik sarkát, lehúzod a másik sarkáról a fóliát. Hopp, itt látjuk, hogy már kiszabadult, és akkor lekopaszítjuk a másik sarkát is. Ennyi. És hogyha ügyesen meg tudom mutatni, akkor hallani fogjátok, ahogy roppan a nori az algalap hangja. Így néz ki. Ez a mentaikós, az ikrás verzió. Jó étvágyat! Egyébként nagyon finom, de egy pixelámis szendvicset bármikor küldhettek. Kövessétek továbbra is a japán specialistát Alizzal. Sziasztok!